Kézcsókom a hölgyeknek, tiszteltem az uraknak, hát az ifjabbaknak, sziasztok! Hát ahogy itt nézem a széksorokat, szerintem most nekem inkább felnőtt műsorra kellett volna, hogy készüljek, hiszen talán ők vannak többmentesebb, hogy minden megoldás érdekel, és egy művész azért van, hogy minden gondot áthidaljon és megoldjon. Azt hiszem, hogy a Vita említette talán, hogy segítőkre lenne szükségem, sőt, még azt is mondta, hogy lesznek elmagyarázós mutatványok, természetesen Rita nem filmentett, ez valóban így van. Így aztán gondolom, talán kezdjük az első elmagyarázós mutatványjal. Ehhez mindössze erre a nem túl szép, tehát elég csúnya zsinórra van szükség. Nagyon kell figyelni. Erre a zsinórra én már előre kötöttem egy csomót. Utólag csinálok egy húrkot. Eddig világos, ugye? Nem hallom? Igen? Jó. Na, most jön a nehezebb. Ebben a lukba bele kell találni a mikrofonnal. Nem jó. És innentől kezdve kész a mikrofon állvány. Na, de csak víz volt. Viszont az első mutatványhoz a Villem mindenképp azt kíván, hogy egy hölgyet válasszak ki, nincs nagy választék, de fogadjuk, hogy szeretnél segíteni. Gyere, légy szíves. A lépcsőházat arra találod meg, azt hiszem, hogy csak egy van, de bocsánat, kettő is van, elnézést, akkor viszont a sztárok mindig a másik oldalon, tehát a bal oldalról jönnek. Így azt az első sztár fellépők megérkezett, és egy bemutatkozást, egy keresztemet, hogy szólíthatlak? Frusina, gyönyörű név, te választottad? Igen, jó, jó. Frusina, arra gondoltam, átadnám meg ezt a szép kendőt vizsgálnát, és hoppá, jó a kiejtésed. Na, vizsgálnát, légy szíves a kendőt, én addig keresek egy másikat, hogyha úgy érzed, hogy minden rendben van, akkor szeretném visszakérni, vagy cseréljünk, jó? Cseréljünk. Jó. Rendben van a kendő? Az is? Ez gyorsan, nem? Jó. Frusina, látom, nem készültél, nem hoztál varázspálcát. Semmi gond, én készültem, nagyon figyelj, adnék egyet a bal kezedbe, másik a bal, ezt meg a jobb kezedbe, és szerintem már csak egy dolog van hátra, tudnod kellene varázsigét. Tudsz varázsigét? Azért vagyok itt, hogy segítsen. Csiribú-csiribá, hókusz-pókusz vagy abrakadabra? Nem abrakadabra, abrakadabra. Jó, zavar a fogsorod, semmi baj. Nálam is előfordul. Csine... Komolytan az anyunkat. Na, nézzél, csinálj egy varázskőt, és mondd el jó hangosan, hogy abrakadabra. Őrület. Frusina, hát ez őrület. Te ilyeneket is tudsz? Egy naptasot megérdem ezt a nagy érdeműtől. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, süss vissza a helyedet. Hát az első sztárfellépő, mint mondtam, megérkezett. Ez a kis apróságot pedig belehelyezném ide a kanitkába, mert ő igazán itt érzi jól magát. És tényleg lépjünk egy picit tovább. Igazán a következő segítőnek egy fiúnak kellene, hogy legyen. Nem tudom, találok egy ügyes fiút, aki bátran segítene nekem. Kislány is jó lesz, ha nincs más hátra. Nem segítenék? Nem. Viszont van egy kislány, hát ha ő igen. Apuka öléből, viszont nem segítené nekem? Nem, ő se akar segíteni, hát akkor kételem vagyok. Csokom, ugye tetszik nekem segíteni. Tegyél a kistáskát, persze. Kis táskát, nagy táskát, kabátkát, a többi maradt. Én pedig már is készítem a kendőt, hiszen a segédem rögtön megérkezik. Tudja, hogy melyiken kell följönni, mint mondva, a sztárok ott jönnek föl. Két csókot, egy keresztelt, ha kérhetnék. Helga, egyik szemlén, mint a másik. Helga, átadnám ezt a fehér színű kendőt. Rendben? Fehér csak az önre van festve. De azért legalább figyel. Helga, átadnám a pirosat is, és hiszik, ha nem, én ugyan optimista vagyok, a Helga azt a kis piros kendőt rövidesen el fogja tüntetni. Menni fog? Reméljük, jó? Hát remélem, ha meg utoljára. Zöld kendőt a bal kézzel, és csinálok egy kis lukat, ezt hagyj kérjen vissza, köszönöm. És gondolom a színeket a nagy érdemű meg tudja különböztetni. Ugye? Zöld, piros. Helga, én most számolok háromig, de ő a kendő sráfújja a piros kendőre, és ha a kendő eltűnik, akkor legyenek olyan kedvesek, tapsolják meg a segédemet. Rendben? Betetszett készülni? Nagyon jó. Egy, kettő, három.
Most ennél azért egy kicsit, de nagyobbat ér. Na, semmi gond. Egy, kettő, három, oda kell fölni, oda közel. Őrület! Meg a hagyulja, megönt a sony. Na, mert kérlek azt, ő meg szokta mindig kérdezni a segédeinktől, hogy kezdő már vagy varázsolt. Hát ahhoz képest, hogy kezdő, ez zseniális. Helga, ha megkérném, nagy tisztelettel, visszavarázsolna a kendőmet? Nagyon rendes, köszönöm szépen. Nagyon figyelj, azért vizsgálját, hogy minden rendben van-e. Hogyne, de jó, egy kicsit gyűrött, de tegnap óta nem volt időnk kivasalni. Szőkendőt a bal kézzel, csinált egy kis lukat. Kézén van a jobb kezed? Úgy van. Jó, jobb kézzel, legyen a kendőt, és belenyúlna a levegőbe, és fogja meg a piros kendőt, és csak annyit mondjon, hogy hopp. Zseniális. Dobj el a közepébe, és mondjam, hogy hopp. Hihetetlen. Húzza ki, legyen szíves. Ugye Helga, mire képes? Egészen elképesztő. Most arra gondoltam, hogy esetleg kipróbáljuk az őrkendő nélkül. Na, próbáljuk ki. Rosszabb nem lehet, mintha nem sikerül. Zöldkendő rendben, jó, ezt pedig belegyűlöm a bal tenyerembe. Felhúzom a kabát ujját, nehogy bárki azt mondja, hogy csalok. Rendben? Na, oda kell, tényleg, önök is segítenétek? Ti is segítenétek? Na, oda kell fújni majd mindenkinek a Helgával együtt. Kezdhetjük? Na, figyelj! Egy, kettő, oda közepébe. Még egy kicsit. Zseniális, ügyesek voltatok, nagy csapség magatoknak. Hát most gondom nagyon, mert most ezt az öltkendőt, ezt önök fújták el, meg a jelkőzők. Hol lehet most ez a piros kendő? Van valakinek ötlet elképzelése? Nincs. Semmi gond, bemutatom, hogy kell csinálni. Kendőnek van állítva a mély sarka. Egy, kettő, három, meg négy. Nagyon tessék figyelni. Meg kell fogni a kendőt, szerencsére jó belmagasság, föl kell dobni, hogy... Megvegye ki, legyen olyan kedves. Nagyon szépen köszönöm, hát ezt így kell csinálni, Helga, nagyon szépen köszönöm a segítségét. Köszönöm, hát ilyen segítők az embernek könnyű dolga van, kerüljetek már beljebb, hiszen segítettek ti is. Lányok, gyertek bátran. Igen, vászorogjatok be. Van, aki arra mászorog, van, aki befele. Jó. Na, a lényeg az, hogy készítettem még kendőket, meg segítőket. Lányok, segítenétek? Persze, ott ketten egymás mellett. Gondolom, barátnők vagytok. Lépcsőházak. Másik oldalon is van. Ott a sztárok szoktak feljönni, de hát, ha ti is azok lesztek, hölgyem így a bal oldalra. Te maradj erről, légy ő kedves. Egy keresztelet, ha kérhetnék. Timi. Tomi. Sára. Na, ha összekavarok benneteket, szóljatok. Te vagy a Timi, ugye? Jó. Akkor Sára, válasz egy kendőt, légy szíves. Mondta, hogy összekavarok. Jó, ez jól megy a pólóthoz. Melyik legyen a három közül? Lila. Sőt, fehér vagy a sárga? Ja, vagy? Fehér vagy a fehér? Fehér, jó. Jó. Én pedig azt a varázslákot hoztam, ami nélkül szinte soha nem indulnak az otthonról. Megnézed, hogy üres vagy nem? Jól áll a hajad. Fodrásznál volt? Nem. Ettől függetlenül. No, melyik kerüljön bele először, a piros vagy a sárga? Sárga, bocsánat, nem volt. Timi, te jössz? Ja, sárga. Mondta, hogy összekapadok benneteket. Timi, jól mondom? Jó. Sára, jól mondom? Köszönöm. Na, így az, hogy a kendők belekerültek a zsákba. Gyűldözött. Jó. Tudtam, hogy sikerült. Na, akkor várj, milyen varázspálcát adjak. Ez jó lesz? Na, egy dolog van hátra, tudattól kellene varázsigét. Tudtok varázsigét? Ne viccelj már. Na, csiribúcsiribá, hókusz-fókusz vagy abrakadabra. Jó lesz? Mert egyszerre kéne mondani. Jó, jó, akkor csinálj ilyen varázskört, és mondjátok el, jó hangos, hogy abrakadabra. Tökéletes. Emlékszel, hogy milyen színű kendőt dobtál bele? Igen. Azt vett ki légyes, amit te dobtál bele. Hoppá! Timi, Sára,
ügyesek voltatok. Nagyon szépen köszönöm, varázspáltákat együttök, köszi a segítségeteket, itt a nélkületek dugában dőlt volna ez a mutatvány. Arra gondoltam, hogy lesz még olyan is, amit szintén elmagyarázok, ehhez viszont nagyon nagy figyelmet szeretnék kérni, főleg a fiataloktól, ugyanis ezt általában gyerekműsorban szoktam csinálni, hát talán még nem mondtam el, pakoláztam a szekrényembe, és találtam ilyen régi öreg fekete lemezeket. Gondolom, tetszenek emlékezni. Egy baja volt a több száz darab közül, hogy mindegyik fekete. Kipróbáltam, tudok-e belőle színes lemez varázsolni, keresem egy üres tokot, belezújtjátottam a lemez, és elsőre egy piros színű szalag akadt a kezembe. Picinyá, figyelsz? Nagyon figyelj, és ígérem, ha meg tudod figyelni, idejelzést te is kipróbálhatod. Benne vagy? Ja, nagyon figyelj. Ja, bocsánat, aki azt hiszi, hogy csalok, az téved. Lemez még mindig fekete. Figyelj. A piros szalaga meg kell dörzsölni az elején. Benne? Aztán a hátulját. Jó? Aztán a lyukon át kell dugni a szalagot. Benne? És a legfontosabb, kell hozzá egy kis varázsló. Az így néz ki, ezzel meg kell sózni. És ha hiszik, ha nem, nem ez már is piros lett. Köszönöm, köszönöm. Hát ez ilyen egyszerű volt, és most arra gondoltam, hogy ígértem a kisasszonynak, utána tudnád csinálni? Gyere gyorsan! De minden a sztárok arról jönnek, de már ő egyébként is sztár, szóval. Innen kell már nincs miről beszélni. Ide mellém, légy szíves. A neved ugyanaz, mint az előbb, ugye? Nem változtattál. Jó, rendben van. Jó. Egy üres tok. Üres? Ha hogy volna üres, mikor benne van a kezem? Na jó, el csak így fogom. Na, figyelj Sára, vagy Timi? Jó. Elkészíti szalag, de jó megy az öltözéket, ez a lemet még mindig. Fekete, bocsánat, csak nem bírom elrakni. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire megy a dolog, hogy csináltad? Zseniál, mondta, hogy a sztárok így csinálják. Aztán, mint a villám, utána volt a szallagot. Hát ez a lassú villám. És van egy dolog rendben? Valami még hiányzik. Mi hiányzik még? Ó, de azért attól függetlenül, hogy ilyen ügyes voltál, először te kapsz egy kicsit, és persze jut a lemezre is. Ha nem látom, el nem hiszem. Elképzelhető, hogy ő meg téged kapcsolna. Figyelj, van még egy kis idő? Kipróbáljuk még ezt így? Na, figyelj, először is sárga van már, jó lesz? Na. Vele? Rendben? Minden? Erről is, arról is. Nincs, várjál. Azt mondja, hogy nincs terve. Ez még mindig fekete. Na, gyerünk. Zütját a szallagot. Na hát, még lenne öt szín, akkor már zseni lenne. És természetesen egy kis só, meg a lemezre is. Hát emberek, az agyam megáll. Ha nem látom, el nem hiszem. Nagyon szépen köszönöm, kapcsolat megérdemelt, tündér voltál, csücsítsd a helyedet. Hát volnának még elmagyarázós mutatványok, de legyen inkább egy eltüntető mutatvány. Ki szeretne ebben segíteni, fiatalok, mert látom felnőttek, ők őben vagyunk. Piszinyám, te segítenél? A mama öléből? Ne. Akkor nézek a másik oldalra, te még mindig nem gyűjtöttél elég bátorságot? Hidd el, egyszerű lesz. Gyere bátran! Na, akkor keresek még valakit. Dehogy nem! Bocsánat, jöjjön már föl! Hát. Dehogy nem! Akkor mellette lévő fiú! Igen, nem akar. Hát ennyi bátortalan embert az elmúlt fél évben nem találtam. Na, nézzük akkor, ki szeretne esetleg még segíteni. Talán a széléről. Te szeretne segíteni? Jöjjön! Jöjjön már bátran! Meg fogják tapsolni, én ígérem. Akkor sem. Akkor látja egy úrban nekibetkőzőt, gyere végül kedvet.
Gyere bátran, elmagyarázós mutatvány! Bátorító tapsot az Úrnak! A sztárok oldalán jött föl, Laci vagyok. Dani, bocsánat. Dani, tegeződhetünk? Köszönöm, megtisztelsz. Dani, hozta magammal 2 darab zsinór és 2 darab vázát. Megkérlek, légy úgy kedves, válasz egy vázát. Köszönöm. És tészes, válasz egy zsinort is. Tökéletes. A dolog roppant egyszerű, jön a magyarázat. Eddig jó, bal kézben a váza, jobb kézben a zsinór. Tészes, megbillentene a vázát, és így félig dugd bele a zsinort. Tökéletes. Most a neheze most jön. Légy szíves, fordítsd meg úgy a vázát, hogy közben fogd a zsinort is. Nem egy nagy ügy. Így felülről. Köszönöm. És most számolok 3-ig, és 3-ra engedjük el a zsinort. Rendben? 1, 2, 3. Most neked el. A kutya fáját. Bocsánat, pedig ilyen tényleg elég nehezen jön ki. Egyébként szerintem az a leeső zsinort, nem? Ugye? Nem lehet egészen biztos. Rosszul választottál, de semmi gond. A lényeg ugyanaz, így oldalról kell félig, tökéletes, majd megkorítjuk a vázát, és valamit elfelejtettem mondani, a vázát meg kell rázni egy kicsit, jó? És 3-ra elengedni a zsinom. 1, 2, 3, most neked, de... Hát ezt nem értem. Micsoda? Vázat? Az, hogy a vázában van a család, mi van benne szerinted? Sötét, úgy van. Cseréljük ki a vázát, és most már közelebb kerülünk az igazsághoz, a végső igazsághoz. Na jó, megfogjuk a vázát, megrázzuk a vázát, és megrázzuk a zsinort is. És 3-ra elengedjük a zsinort. 1, 2, 3, most neked? Hát az eszem megáll. Mind a kettő? Súgnak. Egy váza. Egy zsinort. Köszönöm. No, ja, és még valamit nem csináltunk. Mit nem próbáltunk még ki? Az sem. Még azon kívül? Van még egy variáció. Nem cseréltünk egyet. Sosem lehet végig. Előrébb becsüljük ki. Nagyképpen. Köszönöm. És most már kiderül a teljes végső igazság. Félig belelugratjuk, megkordítjuk a vázát, megrázunk a vázát, és megrázunk a zsinort is. És szerintem senki nem szúrta ki, a zsinort kizárólag 3-ra szabad elengedni. Észrevették? Nem. Semmi gond. Tehát csak 3-ra. Kezdhetnek számolni? 1, 2, 3. Á, igen. Azért ezért egy nagy tapsot megértem fel egyébként. Mert tapsolkod, igen, viszont amikor tanultam ezt a mutatvát, azt mondtam, mester, ide figyelj, fiam. Ezt nem mondod. Ez a mutatvány nem rossz, viszont ha valakit így megfordítja és meg tudja sinni, az az igazi. De Dani, én nagy tapsot azért megérdem, mert úgy ezt voltál, ezt pedig meg gondolom a gondolom. Köszönöm! No hát most már jöhet még egy igazi elszüntető mutatvány. Pisziem, segítenél neked? Igen, aki hátra nézett, egy hosszú hajú hölgy. Gyere bátran! Lépcsőján a másik oldalon is van. Én pedig már is készítem a kendőt. Szia tündér, mint a baráti balomra. És egy gyors bemutatkozás, hogy hívnak téged? Dorina. Dorina, néha elfelejtettem megkérdezni, kezdő vagy varázsoltál már? Kezdő, akkor kezdhetjük? Dorina, légy szíves, vizsgáld át ezt a kendőt. Addig te munkálkozz, addig én felhozom a kabát ujját, mert bármerre járok, obozába, iskolába, felnőtt műsoron, bárhol, mindig azt mondják a bűvészek, a kabát ujjból csalnak el. Nem így van, ezt verjék ki a fejükből. A bűvészek csalnak, az csak kizárólag madrágszárból teszik. Na! Dorina, rendben van a kendő? Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ezt a szép nagy kendőt átérte a jobb kezemre, nekem pedig szeretnék átadni egy kendőt. Lehet választani, milyen színű szeretném. Csak fehér van. Fehér, köszönöm, ezt megdumáltuk. Egyszerűen Gyurdida, vagy hova tette, de a tenyerem közepében, mint eltüntetnél. Gyurdida bátran. Köszönöm szépen, nagyon jó. Egy csüske még egy picit azért látszok. Nagyon jó. Köszönöm. A varázsigét miért mondanál? Csiribú csiribá, hókusz, vagy egy ilyen női eset adok.
Tehát csinúcsiba, hókusz-pókusz vagy abrakadabra, melyik legyen? Azt mondja, hogy abrakadabra. Csinálj egy varázskört, és mondd el jó hangosan a varázsigét. Figyelj, már nem látom a fehér kendőt. Hát ez őrület, hogy te miket tudsz? Még a kezdők is. Hát képzel, a fogjuk lennélek. Szűzőben, nem szépen tudsz, a segítséget csüstít, ha eljönnek. Jó, hát lépjük egy picit tovább, volt már egy elmagyarázós mutatvány, most nem ez következik, hanem mint mondtam, pakoltam a szekrényembe, és találtam egy csomag ilyen régi tokban lévő kártyát. Hát újnak néz ki, de nem az. Képzeljük, volt mellette egy leírás, egy kis papírlapon, az első az, hogy ő vett ki a tokból, ezen már túl vagyok, és meg kell mutatni, hogy a kártyák természetesen különbözőek, de ennek az égvilágon semmi jelentősége nincs. A leírásban az volt, hogy a kártyát egyszer illik megkeverni, de zárójelben ott volt, hogy a közönség kéri, akkor lehet még egyszer. Igen? Jó, köszönöm, rendes vagy. Tehát két kavarás után leírás a következő. Rá kell fújni a csomagra. El kell volna a varázsigét. Csiribú, csiribá. És a jó előtt használt varázsolra ismét szükség lesz. És ha hiszik, ha nem, a kártyák ettől már is összetapadtak. Nagyon szépen köszönöm. Hát ezzel még nincs vége a történetnek. Leírásban néhány más dolog is volt. Tehát a csomagot úgy óvatosan össze lehet hajtani. Elég nehéz, de sokat reggeliztem. Tehát óvatosan meg lehet tornáztatni, sőt, ki lehet fordítani. Nem rossz, ugye? Aztán lecsinálom ezzel egy kalapot, és a legegyszerűbb rész most következik. A csomagot óvatosan össze kell szedni. Nem egy nagy történet, semmi ügyességet nem igényel, néha még biztatni szoktam, valahogy így. És a legegyszerűbb, a zárszó, csak egy varázsújás, és a kártyák, ugyanúgy, mint az elején, ismét külön vannak. Nagyon szépen köszönöm! Hát én erre csak azt javasolnám, otthon mindenképpen próbálják is, vagy sikerül, vagy nem. De az egyik az biztos. Most tényleg, hogyha volna még bátor segítő, bár onnától a kistelekiek igencsak szerények és visszafogottak, azért van itt egy hölgy, aki szerintem nagyon szeretne nekem segíteni, fogalmam nincs, hogy kire gondolok, egy szemüveges hölgy, ugye tetszene nekem segíteni? Igen, jöjjön bátor, egy bátor jutott tapsot a hölgynek, bár elsőre bevállaltam, gyertőzöstől, mindenestől. Így a óvatosabb útját röv. Itt a bal oldalra. Az előbb ugyan kértelek, hogy segítsél, de egyedül nem vállalkozta. Anyuval már bátran vagy. Megmondanád, hogy hívnak? Dani? A Daniknak jó napjuk van ma. Ja, és öntől? Katika. Dani, egész jó hangzik. Katika, szeretném átadni önnek ezt a nem túl szép zsinór. Szoktam mondani, évekkel ezelőtt ilyen újnyi vastag, gyönyörű fehér zsinórral csinálta, sokba is került, és mindenütt azt mondták, hogy a zsinó olyan szép, olyan elegáns, hogy abban valami csalás van. Kisfelekiek, gondolom, vidéki emberek ismerik a gazdagbóltot. Bementem a gazdagbóltba és vettem ezt a egyszerű zsinót. Katika, legyen a kedves átvizsgálni Tövérőhegyére, úgy, mint otthon. Nagyon szépen köszönöm, és most kérnék nagy figyelmet. A zsinort duplán kell venni, és megkérni a Katikát, legyen a kedves elvágni egy ollóval. Nem tetszett az olló? Semmi gond. Manikűr ollóban jó lesz? Egy manikűr olló a Katikának. Köszönöm. És itt középen legyen a kedves egy iszat. A belső fele fog jobban annyi segíteni. Még beljebb. Tökélet, mint elvágták volna, ugye? Na, a lényeg az, hogy a kettőben a zsinórnak teljesen egyformának kéne, hogy legyen. Ezt én rontottam el, semmi gond. Mondom én.
össze kell kötni a kis zsinót, és Katika, megkérném, legyen olyan kedves. Dani, figyelj csak, anyu nem jól csinálja, akkor négyszer szóljál, jó? Köszönöm, tűnél meg. No, Katika, legyen a kedves egyformára nyisszantani a kis zsinót, igen. Jól csinálj? Á, igen, ügyes srác vagy. Köszönöm szépen, most engedd el, légy szíves. Nagyon jó. Most Katika, hogy egyformára vágta a kis zsinót, folytathatjuk, ugye? Katika, bocsánat, de most melyik végébe tetszett vágni? A Dani, mondtam, hogy szóljál. Na jó, semmi gond. Igen. Mondja az anyucinak, hogy vágja egyformára. Legbelső felre fog jobban. Igen, másodszor azért most már sikerült, tehát most már végre... Bocsánat, Kati, ez rosszabb, mint az előbb volt. Tényleg, hol vágtál? Katika, bocsánat. Nagyon illetlen a kérdés, de jó ez a szemüveg? Elméletileg, de gyakorlatilag. Na, tőle, bocsánat, ha meg, nem haragszik meg. Na, az a gyanú, Dani, ha most se sikerül, akkor mondja Daninak, hogy írjunk durva. Kellett ez a szemüveg. Na, akit ezt visszakérnél, köszönöm, köszönöm. Bocsánat, talán. Vagy maradjon? Maradjon, persze, egyértelmű. Jó. Katika, milyen varázspáltát tetszenek én? Kisebbet vagy nagyobbat? Ja, bocsánat, itt van egy varázsolja. Na, úgy gondolom, hogy most már... Jézus Mária! Így adjon az ember kölcsön valami. Se vagy? Van másik. Azért vannak irigyei. Ha egy dolog van hátra, Dani, tudsz varázs igény? Igen. Igen, akkor légy szíves, Dani, anyuval együtt mondjátok, tudod, várjál, adok neked is egy varázspálcát, jó? Nagyszerű, most egyszerre kellene mondom varázs igényt anyuval együtt, jó? Igen, egy varázs igényt, mondjátok egyszerre, jó? Zseniális. Dani is ezt mondta, ezt visszakérném. Macagokat, legyen kedves megfogni a zsinór végét, és ha óvatosan leteszik, hagyjan a kezemről, a zsinór továbbra is egyben van, soha eltűnt, csak Katikáim meg a Daniék. Nagyon szépen köszönöm a segítségünk, de Katika, most már tényleg cseréljünk, mert ha véletlenül mégsem válna be ez, akkor nyugodtan hívjon fel, és akkor szívesen kölcsönadom a szemüveget. Egy nagy tapsot a segédeinek, nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom, nem mondtam, elfelejtettem, de ugye ez a front ez hatással van rám is, tehát néha felejtek, meg egyébként amortizációs problémáim már vannak. Az előbb bemutatott lemez mutatványnak van egy másik variációja, ez még tok sem kell, sőt, állítólag többen mondják, ez még egy kicsit elegánsabb is, mint az előző. Mondanom sem kell. Ígérem, szükség lesz majd a varázsigédre, meg mindenkiére, de előtte természetesen szeretném bemutatni, szóval három fekete lemez, és igazán most jön a varázslat, ehhez csak egy varázsigé kell, röviden annyi, hogy csiribú csiribá, és persze egy kis varázsó ennélkül nem működik a történet. És ha hiszik, ha nem, a három lemez közül az egyik már is arany lett. Ugye jobban néz ki, mint a színe. Köszönöm szépen! Most gondolom, hogyha ez egyszer sikerült, hát miért ne sikerülne másodszorra is, a varázsigen szerintem tökéletesen rögzült, csiribú csiribá, aztán a szokások. Varázsó, és ha a varázsigen is működik, meg a varázsó is, akkor már is van két arany és csak egy fekete. Jöhet ez is, hölgyek urak? Hát ha már hozzáfogtunk, miért, ne? Na kérem, tehát varázsigen, csiribú, csiribá, aztán egy kis varázsó, és már is van egy, kettő és három darab arany lemezet. No, ez ilyen egyszerű volt, most éppen köszönöm. Most viszont szeretném az önök és a ti segítségeket kérni. Szeretném
visszaváltoztatni fekete lemezén fognak segíteni? Nagyszerű. Tehát ugye van egy, kettő és három aranylemez, de most az, hogy csinibú csinibá, ezt most átmenetileg felejtsék el, csak a hókusz-pókusz a jó. Viszont ez most nem kell varázsol, csak egy varázspálca, amit a langyos tégre elére teszek. Tehát háromra kérnék egy hókusz-pókusz. Egy, kettő, három. Köszönöm szépen. Ja, bocsánat. Három koppintást, mondom, hogy szóltam. És az egyik már is visszaváltozott fekete lemezén. Segítenének a másik kettőnél is? Nagyon szépen köszönöm. Na nézzük! Még időben kellene felejtsen! Egy, kettő, három! Ez egy kicsit hangosabban kéne, aztán egy, kettő, három koppintás, és már is van egy... Jaj, de megijedtem, azt hittem, hogy nem volt javarás, igen. Jöhetett is utoljára, zárszóként. Tehát, egy, kettő, három! Köszönöm! Aztán egy, kettő, három koppintás, és már is van egy, kettő és három darab fekete lemezem. Természetesen nagyon köszönöm. Ha mégis aranyra lenne szükségem, megvan a megoldás, amely feketét szeretnék, szólok önöknek. No, úgy gondolom, rövidesen búcsúzóul ismét az önök segítségét. Szeretné segíteni? Akkor gyere fel arra, jó? De ha még valaki bátorságot merített, hogy és arra gondoltam, nincs több segítő? Gyertek lányok kettek! Na a végére, mire vége van a műsornak, ha a gyerekek is jönnek. Ó, már tiszta tömegelés van. Ne megyetek messzire, nagyon szépen közben vigyázz, mert nem harap nagyon, csak sok kicsit. Között. Tudjátok, hogy inkább varázsoljuk, és akkor, hogyha őket majd el kellene tüntetni, akkor kérném a segítségeteket, jó? Ide szépen mindig szemben a közönséggel. Igazságban szerettem volna megkérdezni, hogy szeretnétek megtanulni pénzt varázsolni? Igen, hát gondoltam. Ő, már most már tényleg tömegelés van. Az igazság az, hogy nem voltam biztos a dolgomban, így aztán ezt a kelléket, a fél varázslathoz be se hozta, de elkészítem. Nagyon szépen köszönöm, hogy visszamentek a helyetekre. Köszönöm. Szépen csücs, nagyszerű. No, hát először kisbarátom, téged kérnélek. Tudod, melyik a jobb kezed? Tökélet, nagyon jó. Szemben a közönséggel. Nagyon jó. Te akkor maradj erről, vagy állj a háta mögé. Nagyon figyelj, megmutatom, hogy kell csinálni. Jobb kézzel majd belenyűsz a levegőbe, megfogod a pénzt, nem beledobod. Ez egy kétszázas. Meg tudod csinálni? Na, fogja meg egy pénzt. Így, ahogy én csinálom, dobd bele. Hoppá, megy ez. Próbáld meg a másik kezeddel is. Na, őrülem. Na, figyelj, ne. Nézd. Hát el gyűzletbe indult. Köszönöm szépen, csúcs a helyet, de most jönnek a többiek. Hát az őrület. Dani, még mindig Dani vagy, ugye? Fél órával ezelőtt is azt mondtam. Dani, helyzet az, hogy veled egy kis gond van. Dani, jó, Dani, figyelj csak. Gyere erre az oldalra. Köszönöm. Nagy csendet szeretnék kérni. Ugyanis szeretném elmondani, hogy én régen orvosnak készültem, nem bűvésznek, és ránézésre felnőttek, hogy gyerekekről meg tudom állapítani, hogy egészségesek vagy nem. Dani, itt a füled fölött nem szokott reggel fájni a fejed? De! Igen. Szülők, semmi gond. És itt hátul, itt a nyakad fölött? Ott igen. De egyre rosszabb a helyzet, de aggodalom semmi jobb. A te betegségednek az a neve, hogy pénzfejűség. Komolyan. Nem kell kinevetni, komoly dolog. Dani, figyelj csak, légy szíves, hagyj ide a vödör fölé. No, nagyon szépen köszönöm. Állj, ügyes voltál, Dani, szalad vissza, helyre meg kívül a helyedet, és próbálj. Na, lányok, ti jöttök.
Nem tudom, most keresztemet elfelejtettem, hogy hívnak téged? Rádió. Egy katák és egy... Ki arra? Hú, micsoda neve? Kata? Lehet, hogy illetlen a kérdés, de ezt a gyönyörű hagyat egyedül szoktad tésülni, vagy anyu is segít? Csak az igaza. Néha, jó. És ma reggel hogy történt? De igen, és néha nem akadt meg a fésű? De. Igen, nem véletlen. Ígérem, ami a másik felé van, az otthon anyuban, apuban rázzátok ki, csak bődröd, labort vagy vállingot nyomjatok alá, jó? Köszönöm szépen, Csisita, helyen. Na, most te következtél, az jutott eszembe, hogy milyen módszerre varázsoljunk pénzt, több lehetőség van. Na tudod, itt kézzel vagy lábbal? Lábbal? Jó, az ellen. Na semmi gond. Milyen az egyensúly érzéke? Mondjuk egy lábon meg tudsz állni? Egy pillanat szembe a közönséggel. Tedd el még nyugodtan, tedd el nyugodtan, elmondom a lényeget. Elég, nem, látod, hogy kicsit inoktál. Elég csak egy ilyen piccentés is, jó? Na most jön a lényeg. Mi számolok háromig, és háromra csapjuk a térdünkre. Rendben? Na gyerünk. Egy, kettő, három. Zseniális. Nem is kell volna gyakorolni. Ezt esetleg most egyedül is meg tudod csinálni? Na jó, figyelj, jó hangos, hogy hátul is hajig, és hát egy, kettő, akkor aztán zügy, na gyerünk. Egy, kettő. Gratulálok, hát vele minden onnan jön a lóni. Gratulálok, tündérre, köszönöm szépen, Csisita, helyedre. Hát most pedig, kis barátaim, lévő, hogy igazán, majdnem azt mondom, hogy kisebbségben vagytok, de kevesen vagytok, hogy a felnőtteknek is legyen gyereknapjuk. Gyereke, lehetne a felnőtteknek is legalább egy mutatvány? Zsámba, köszönöm. Köszönöm. Ez a mutatványnak kelléket, kedves felnőttek, önöktől szeretném kérni. Volna valakinél egy patin zsebi? Lehetőleg nem használ. Valakinél, hát ennyi ember közé egynek lenni kell. Jó, tündér, annyitól kaptad? Várj egy csökkit, mert csak egy darab kell. Tündér van, mindig szanyúnak légy szíves. Várjál, nézd, hogy nehogy kettőt vegyek ki. Nagyon szépen köszönöm. Anyu, adta? Igen. Hol az anyuka? Elsőjén megadom, jó? Mutatál, roblat egyszerű. Picinyeim, leányzok ott a széléről. Gyere, légy szíves, ne, csak ide, ide előre, jó? Picinyeim, te is segítettél, gyere, hamar. Ide egymás mellé. Papi zsepiből megpróbálok néhány szeletet leszakítani. Hát sajnos olyan sokat nem tudok, de ezt neked adom, parancsolj. Nem menj még sehova. A következő néhány szeletet neked adnám át. És most megkérnélek mindkettőtöket, kizárólag felnőtteknek egyes szeletként nyomjatok a kezükbe, jó? Futás, gyerünk! Te jobbra, ő meg balra. Így, te erről szólod, te meg avarról, megvárom, amíg a papír zsebik. Bármelyik felnőttek, válogatás nélkül, gondolkodás nélkül, csak úgy spontán, ahogy sikerül. No, azt hiszem, hogy rövidesen a zsebik gazdíra találnak. Anyu, taput, ki te feled? Időben szóltam. Köszönöm szépen, Csisvice, eljöttek le, dattarcot megérdemeltek. A GLS számításért. Jó, hölgyek, urak, akinek utolsó zsepi legyen a kedve, sasoljon. Legyenek szívesek kettőbe hajtani a zsepit. Már azt a szeletét. Nem egy nagy ügy. Amikor még kettőbe tetszenek hajtani, az aljára tekerjenek egy kis csücsköt. Ez sem egy nagy ügy. A kisbarátai fiatalok, titeket szeretnének megkérni, legyetek szívesen, ígérjétek meg ezt a mutatát otthon, nem fogjátok kipróbálni. Köszönöm. Ezt pedig azért kértem, mert ez a mutatványon szükség van egy doboz gyufára is. A nyugi ilyesége semmi ok, ha jó osztályú nem történhet baj, de nektek akkor sem. Na most, hölgyek urak, akinek jutott zsepi, ne battasson, ne kotorászol, nyugom után inkább figyeljenek.
Dobozból ki kell venni egyetlen szágyú fát, ami használható. Gyakran felhúzom a kapát ujját, hogy bárki azt mondja, hogy csalog. Figyeljék a sorrendet, roppant fontos. Előbb van, gyufát kell megnyújtani, azt a sepi. Sorrend azért fontos, mert fordítva úgy se sikerülne. Na, meg kell gyújtani a sepi, és így a körmű közé kell fogni. Előbb-utóbb ráig a körmükre, kicsit közelebb jövök. Amikor egy kicsit süti, az még nem baj. Ha már nagyon süti, egyetlen megoldás van, egyszerűen elcsék a tenyerünkbe, aztán fújják ki ezt a koszos mellékterméket, és hajtsák ki azt a végterméket, ami megmaradt. Tehát innen villámgyorsan ennyi pénzzel szükségünk. Nagy szépen köszönöm, hogy a pénzek szóval nekem csak minden. Lényeg az, hogy azért ennek a mutatának bizony olyan fajta átka is van, hogy ilyen koszos lesz a kezük tőle. Benne bánja, ugye? Viszont búcsúszóban azért lenne még egy ötletem, jó tanácsom, engedelmükkel, ha mégis hozzátetszenek látni, amikor már sokadika van, százalcsom a papi zsebkendő, családi gyufa és minden vele. Hát én ezzel a mutatványra búcsúznék önöktől tőletek, de azért volna még egy utolsó kérésem, ugyanis nem kalkuláltam be, hogy itt olyan ügyes gyerekek is vannak, akik tudnak galambot varázsolni, persze sikerül, viszont szégyen szemre tanítkát nem hoztam. Így aztán nem tudom őket elvinni, arra gondoltam, hogyha megkérném önöket, titeket, esetleg segítenének elhűtett ezt a két galambot? Igen, összépen köszönöm. Erre pedig varázsigére lenne szükség egy nagy csiribú csiribára. Én azt mondom, hogy azért gyereknap ide, gyereknap oda, menjünk biztosra. Én számolok háromig, anyukák, apukák, gyerkőszök, háromra egy nagy csiribú csiribá. Jó? Egy, kettő, három. Elég vérszegény volt. Na mindegy. Reméljük a következő már talán jobb lesz. Tubicákat vissza eljükre. És most már tényleg élesbe fogja a csövő kitér. Egy, kettő, három. Nagyon szépen köszönöm. Mit teszél? Nem tűzel? Mit csinál? Micsoda? Ő. Hát tényleg. Hát, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, a figyelmeteket. Köszönöm szépen. Hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek megtisztelő figyelmét, további kellemes szép napot. Azért a végére egy kis baki azért mégiscsak bejött. Én azt kértem mindenkitől, hogy a galambokat kellene eltüntetni. Macskáról szó nem volt. Na most már mindegy. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, további kellemes szép napot, kész csokolom, viszontlátásra. Sziasztok! Köszönöm! További szép napot, egyenek, igyanak, nem érjük!